Jaj te, én úgy örülök, hogy a parlagúr kinyírta a katát. Hát jó gyorsan történtek a dolgok. A semmilyen Zsolti betolta, megszavazták kétharmaddal, a Novák Katyi meg majd aláírja. Éljen a kétharmad, éljen a párt! Erről kellett volna inkább nemzetileg konzultálgatni. Anyukám, ne szomorkodja, hogy kicsinálták a katát. Vitya majd segít. Kajafutár vagy? Orvos? Ápoló? Vagy esetleg magántanár? Le se szarom. Tegnap, mikor szavaztunk a katáról, be sem mentem a parlamentbe. Szarok rátok. Hogy mi a magyarázat arra, hogy ilyen gyorsan csak úgy kicsinálták a katát? Na várjá, a Hullik Pista megmagyarázta. Az volt a Hullik Pista magyarázata, hogy a háború miatt kellett ilyen gyorsan módosítani a katatörvényt. És ezt elhiszi valaki? Olyan okos anyukám ez a Pista gyerek, biztos ennek is kör alakú a családfája. Anyukám, a Hullik Pistának nem haj, hanem agyátültetés kellett volna. Hiába mondod, nem a háború miatt töröltétek el, Pityke, hanem mert kong az államkassa az ürességtől. Választás előtt ment megint hitelből az osztogatás. Most meg a fosztogatás. Oszt megint a kisemberek fizetik meg az árát. Hát emlékezzünk majd, mik voltak a választások előtt. Novemberben mindenki kapott egy 80-ast. Kapott mindenki 13. havi nyugdíjat. Volt fegyverpénz is. A felcsúti Andersen meg be akarja mesélni mindenkinek, hogy a háború miatt kellett kicsinálni a katát. Amúgy is minden a háború miatt történik. Anyukám, hol a háború? Mert hogy nem Magyarországon a Szódzier. Maximum a Vitya fejében. Na de miért ne hazudozhatnának, anyukám? Hát úgyis van fixen 3 millió ember, aki úgyis elhisz nekik bármit. Azt 4 évente még rájuk is rakja az X-et. Nekik szólnak ezek az esti mesék. Anyukám, ez már rég nem a párt szimpátiáról szól. Ez már vallás. Várjál, meg is alakult az imacsoport a parlamentbe. Semmilyen Zsoltival az élen. Add uram, hogy azt a sok kis védett madarat, akiket halomra lőttem, a mennybe repkedjenek tovább. Adj nekem további közpénzmilliárdokat. Zsoltikám, szeretnék én is belépni hozzátok az imacsoportba. Az előbb szólaltam fel, most meg szeretném meggyónni. A Novák Katyi meg kint volt Brazíliába. Ott azt mondta, hogy amíg a brazilok a fociban világbajnokok, addig mi meg a családtámogatásban. Melyik családokra gondolsz? A sajátodra, vagy az Orbánéra, vagy a Matolcsiékéra? Azok vagyunk világbajnokok. A 12.200 forintos családi pótlékra gondolsz, Katyi, ami 2008 óta nem emelkedett? Vagy azokra a hitelekre, amiket családtámogatás címen osztogattok? Jaj, de jó, világbajnoki családtámogatás. Nektek. Takap.